Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Baby Havior csatornáján. Egy nagyon különleges dolgot hoztam nektek, meg is mutatom, de egyébként fel is fogjuk csatolni. Ez lenne az. Ez pedig nem más, mint egy képzés, ami ugyan pedagógusoknak is, de, és itt jön a fontos szempont, szülőknek is. Egy kicsit mesélnél róla, hogy ez hogy néz ki, hol lehet jelentkezni, mennyibe kerül, és egyáltalán úgy nagy vonalakban miről lesz benne szó. Tulajdonképpen ez egy olyan pedagógiai rendszer, amit én magam itthon is használtam, tehát én nyilván az intézményes nevelésben is ez a bizonyos organikus pedagógia nagyon sokaknak, tanároknak, nevelőknek, bölcsödébe, óvónőknek kifejezetten nagyon jó szakmai segítség, tehát egy olyan nevelési rendszernek, tehát egy szemüveg, egy szemléletmódnak az elsajátítása, egy éves képzés, de nem olyan vészes levelező formában lehet tanulni, de inkább azt szeretném kiemelni, hogy nem csak a szakmabeilieknek értékes, őnekik egy 7 éves továbbképzési kreditszámot megad, tehát 120 kredites, tehát őnekik nagyon, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon hasznos egy év alatt, de már most is vannak olyan hallgatóink, akik vendéghallgatóként járnak erre a kurzusra. Egyik fél évben 5 szombat, a másik fél évben 6 szombatot igényel. Budapesten van az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szervezésében tartjuk ezt meg. Tulajdonképpen én tartom végig ezt a kurzust, és körülbelül amilyen ilyen kis élethelyzeteket itt most láttunk itt a csatornán is, ennek a rendszerét lehet megismerni. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó segítség arra vonatkozólag, hogyha bármilyen korú gyerekkel, vagy magammal, vagy önnevelésben, vagy munkatársi helyzetben, vagy párkapcsolatban előfordulnak ilyen jellegű kérdések, hogy most merre, akkor így irányadó, tehát egy ilyen nagyon jó iránytű. Segítsünk egy kicsit, ha nem titok, áruljuk el, hogy vendéghallgatóként, tehát most ne szakmai oldalról nézzük, úgy gondolom, hogy nagyon sok szülő nézi a csatornát, hogy vendéghallgatóként, tehát ha én el szeretnék menni, nem kérek róla semmilyen papírt, ennek milyen költsége van, mert most így, amit elmondtál, és amilyen hasznos, úgy gondolnám, hogy csillagászati ára van. Hát igen, az általános továbbképzések, tehát a szakmai továbbképzés ára az olyan, mint ahogy minden felső oktatásban egy ilyen szakmai továbbképzés, az 120 ezer forint per fél év. De nagyon jó lehetőségnek tartom, hogy vendéghallgatóként 20 ezer forint per fél év. Tehát ez kifejezetten, mert nincs vizsgázási kötelezettsége, nyilván nem a diplomát, de hát azt gondolom, hogy ha egy szülőként egyébként van nagyszülőnk is, van mindenféle. Éppen ezt akartam mondani, tehát anyukák, apukák, igen, nagyszülők, keresztszülők, vagy akik gyerekvállalás előtt állnak, esetleg is tudatosan szeretnék, tehát összesen 20 000 forint, igen, és egy komplett olyan rendszert ismerhetnek meg, amit mondjuk az óvoda pedagógusok alkalmazhatnak. Ők is alkalmazzák, tehát én mindig azt szoktam mondani, meg szokták kérdezni, hogy kinek jó ez, hát aki emberrel él, annak jó. Hát, tényleg, mert volt polgármester hallgatónk is például, hát azt mondja, hát én ezt ott tudom használni, hát ebben a munkai körülményben legjobban tudom használni, tehát aki sokat dolgozik emberrel, és vagy sokat él, vagy tehát egyszerűen ez ugye ez is a szlogánja, hogy a nevelés az élet szolgálata, tehát a kapcsolataink, a saját magam működése, az életkoroknak a működése, hogyan tudunk bánni magunkkal, a haragunkkal, a kommunikációnkkal, a motiváció körül, tehát ezerféle ilyen téma, amit egy ilyen egy év alatt, ha egy ilyen rálátást kap, egy hálózatot kap, egy szemléletmódot kap az ember, én azt hiszem, hogy nagyon izgalmas. Fantasztikus, nagyon szépen köszönjük. Megígérem nektek, hogy minden elérhetőséget felteszünk a videóba. Ha jól tudom, tőled is lehet kérdezni ezzel kapcsolatban, hogyha nem találják a megoldást, de minden elérhetőséget fel fogunk tüntetni, és nagyon szépen köszönjük neked. Örülök neki, január 11-ig lehet jelentkezni. Való, ez fontos, igen, tehát január 11-ig lehet jelentkezni, és ez mikor indul ez a képzés? Ugye ez egy keresztfél éves képzés, tehát februárban indul a második fél év, de szeretném, hogyha talán márciusban indítjuk el, mert szeretném, hogyha jelenléti lenne, és nem online képzés. És ezért reménykedünk. Hát ami fontos ebből nekünk, hogy januárban jelentkeznünk, január elején jelentkeznünk kell, tehát szülők lehet kérni a karácsonyfa alá is ajándéknak, úgyhogy bízom benne, hogy sok mindenkivel fogunk ott találkozni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a Baby Havior csatornáját láttátok.
Köszönöm.